köszöntöm önöket, jó, hogy megint itt vannak. Olyan valakit hívtam meg ma, aki bárhová megy, izzik körülött a levegő, ráadásul perzselő a tekintete. Arról nem is beszélve, hogy a gyertyát is két végén égeti, de nem a megszokott, hanem abban az értelemben, hogy hihetetlen magas hőfokon éli az életét. Szerintem annó Shakespeare rágondolt, amikor megírta sokat idézett mondatát, nevezetesen színház az egész világ. Mert hogy aztán, ha valakire igaz, akkor rá biztosan igaz, hogy nem, hogy az egész világ, hanem az élete a színház. A Krizsó vendége Eszenyi Enikő. Nem tudom, ismerik-e azt a játékot, hogy Amerikából jöttem, mesterségem címere. Ez megvan mindenkinek, ugye? Na hát Enci ténylegesen Amerikából jött, ma délután szállt le a repülőgépen. Én egy kicsit azért izgultam, hogy ide ére, de itt vagy, hála igen. Istennek. Hogy vagy? Erős jetlegem van. Elaludt, mert hát, bízunk be. Tehát, hogy azért... lefekszem aludni. És az egész este erről szól, hogy én itt egy kicsit alszom. Ugye nekem az jó, hogyha nézhetlek téged alvás közben, tehát komolyan mondom, és ezzel vagyunk itt szerintem egy páran ezen a nézőtéren. Hogyan szoktál egyébként a repülőn alszol? Tudsz egyáltalán aludni? Mert vannak, akik egyáltalán nem tudnak aludni. Most egy nagyon hosszú menetem volt, mert először Kínába mentünk, Nádas Péter találkozás című darabjával. A kínai út az mondjuk így 24 órás volt hazafelé, és Kantonban voltunk, Guangzhouban, az Hongkong felé van, és három este játszottunk, és egy hétig volt, majdnem 10 napig voltunk kint. 6-kor csekkoltunk ki a szállodából, és onnantól kezdve 24 órán keresztül jöttünk. Jászusan. De volt köztünk Irmike, fodrászunk, aki egyébként játszik a darabban, 84 éves, úgyhogy nekünk nem lehetett panaszunk. Ő azt mondta, hogy tök jól van, és semmi baja. De a hajadat út között csinálta meg? Mert egyébként nagyon jó a frizura. Nem, ő csak fiúkat csinál, ja. Lányokhoz nem szokott nyúlni. Néha velem beszélget, de inkább csak beszélget. És aztán két napig voltam itthon, játszottam egy testőrt a Pesti Színházba, és aztán mindjárt Portóba kellett utaznom, Portugáliába, ahol is, ugye a Vix Színház most már több mint egy éve tagja az Európai Színházi Uniónak, és ott volt Portóban az éves közgyűlés. És akkor mindjárt azzal kellett kezdeni, hogy Karl Kraus, az Emberiség Végnapjai című előadását kellett megnézni, ami a világ dráma irodalmában a leghosszabb. Több mint 1000 oldalas. Az azt jelenti, hogy elkezdték 2-kor, mentünk 5-ig, akkor kis szünet, akkor 6-tól megint 8-ig, kis szünet, 8-tól 10-ig, szünet, és 10-től megint. Minden szünetben mindenki visszament? Nem. De, nem, nem, de én visszamentem, mert én néztem volna, hogy ki nem megy vissza. Úgyhogy én azt gondoltam, meg vissza kell menni. Tehát ez meg iszonyatos izgalmas volt. Nagyon érdekes volt, mert az első, tehát a 2-kor, amikor kezdték, akkor volt bennem ilyen, na, csikkettem, ütögettem magam, de és aztán végén jól lett. És akkor hazajöttél Portóból, és aztán elmentél most New Yorkba. Igen, és akkor szerdán mentem New Yorkba, és szerdán este már néztem előadást. Ott is volt bennem egy ilyen. Hétvégén pedig Kolozsvárra megyek, mert ott van az Interferenciák Fesztivál, ahol pedig a Jó embert keresünk című darabbal képviseljük. Na azt gondoltuk, hogy mivel annyit vagy lég meg föld között, hogy ezért fölrepítettek? Vagy hát gondoltuk egyébként, akarod, mert az ugye nem készítettük be. Ülítettem, mert én nem bírom tovább ezt a profilom. Nekem az a jó profilom. Na hát most már ha jó fajta. Komolyan mondom, alig vártam, hogy legyen egy önálló talk show-m, ahol én dönthetek arról, hogy melyik fotelbe ülök, mert nekem is a jobb profilom, akkor most a balt mutogatom. Ugye nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk majd ezt az egészet csinálni, de hát legyünk formabontók. A hölgynek lesz. Jaj, de kedves vagy. Egészségére. Hát én férfi stewardess-t vártam, ne arra, hogy. De...
de nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Egy kis kínai zöldtea. Erre egyébként van egy nagyon jó sztorim. Na. Csináltam a Presszernek a videóklipjét, a Szerelem fáj, a Szerelem szép, egy csodálatos dala, és ott volt egy kisfiú és egy kislány, aki hát végig 5 évesek voltak, és végig játszották. És Shakespeare különböző alakjait, Róm és Júliát, és a végén Otellót és Desdemónát. És kisfiút lefestettük feketére, de nagyon elkezdett sírni, hogy ő nem akar fekete lenni. 5 éves rasszista, és nem, aranyos volt, félt a festéktől, úgyhogy végül is leöntöttük vízzel, hogy egy picit úgy nézzen ki, mert félig már le volt festve, snitt. Ekkor volt 5 éves. Mentem valami repülőn, egyszer csak egy 25 éves fiatalember, aki igen csodálatosan nézett ki, oda jön hozzám, hogy én mit kérek, nem akarnék az első osztályra átülni. Hát mondom, én honnan is van? És ő volt. Egészen fehéren. Igen, egészen fehéren. Enikő, kérsz egyébként ebből a... Tényleg tök forró a víz, tehát hogy most érdemes a filtert belerakni, várjál arrébb rakom. Most megnézem. Válogatsz? Kínai zöldte, azt mondták, de ugye azt nem gondoltam, hogy én is esetleg kaphattam volna egyet, de mindegy. Azért is neked jó, is. Majd itt figyelj, elég nagy. Hogy a bőzlege engem is érte. Elég nagy, te is kapsz belőle. Jó, ja, majd így egy távol cseresznyezésért egy csészéből teázgatunk. Szóval visszatérve egy kicsit a Kínára, az lehet róla tudni, hogy te nagyon jól beszélsz mindenféle nyelvet, bárhol megjelensz. Kínában mondjuk egy kicsit használtad a kínait? Tehát valami nincs. Nincs? Nincs. Kínában nincs esélyem, de Kínában jól tudok mutogatni. Úgyhogy... És mutogatsz ilyenkor? Tényleg igen. Megpróbálsz ugye? Egyszer egyébként együtt kinrekedtem Koreában. És emlékeznek, volt az a vulkánkitörés. És ott kellett maradni, mert nem tudtunk hazautazni, nem volt repülő. És a japán nemzeti színházigazgatója, a kínai nemzeti színházigazgatója és a koreai nemzeti színházigazgatója, hárman beszélgettek, de egyébként ők nem értették egymást, hiszen, de volt tolmácsuk. És én a franciákkal, meg még több más országbeliekkel egy másik asztalnál ültem, és elkezdtem hülyéskedni, és elmeséltem, hogy ők hárman miről beszélnek. Előadtam, hogy bizony, a rizs kérdésében nagyon különböző, tehát hogy meddig kell főzni, meg stb. És akkor ahogy gesztikuláltak, én mondtam, hogy de többet kell. És már annyira röhögött mindenki, hogy ők is oda néztek. 3 édes úr volt. Ismerik, ilyen fekete haj, de látszik, hogy festett, ugyanis a keletieknél nem igazán szeretik a fehér hajat a férfiak, úgyhogy mindenkinek általában ugye festett a haja egy bizonyos kor után, tehát ilyen 3 festett hajú úr, és akkor nézték, hogy ott a többiek nagyon röhögnek, és kérdezték, hogy és mint, és akkor hát elő kellett adnom, hogy én mit csináltam. És kiderült, hogy ez az egyik legősibb kínai színház, amit én ott főtaláltam, hogy mások beszélgetnek, és egy harmadik, egy másik sztorit húz rá. Úgyhogy így volt. Ha már egyébként Ázsia meg férfiak, akkor ugye jó embert keresünk bent, egyszerre vagy nő meg férfi, igen. Mindig két időben, de hogy könnyű neked belebújni a férfi bőrbe? Egyébként nagyon érdekes, mert most pont kapcsolódik ez a színházi találkozóhoz, mert a Strehler, aki a Piccolo Teatro igazgatója volt, 83-ban megrendezte ezt az előadást, és az ő felesége játszotta azt a szerepet, amit én most a Vígben játszom. És hát ez 83-ban, mi még nem nagyon láttunk ilyen előadást, én akkor éppen akkor végeztem a főiskolán, csodálatos élményem volt, bocsánat, csak akkor túl erős lesz, az úgy nem lesz jó. Hát sok és, nincsen különben. És akkor ő ezt a szerepet úgy játszotta, 2 szerep van, mivel a röviden a tartalmát elmondom, csak azért, hogy értsék. Van egy fiatal lány, akire az egész rokonsága
szívja a vérét, és ezért kitalálja, hogy ő férfinek öltözik, és megleckészteti őket, hát mondjuk ennél jobban írtam meg a Brecht, mint ahogy én most ezt elmesélem, és ő lesz a rossz. És ezért ez egy nagyon izgalmas színészi kihívás, hogy egy naív fiatal lány és a rossz nagybácsia. És a Strehler felesége úgy játszotta, hogy egy ilyen, mint a Marlene Dietrichre biztosan emlékeznek, nadrág kosztüm, nagy kalap és szivar. És amikor készültem erre a szerepre, akkor mondtam a rendezőnek, aki egyébként a Cseh Nemzeti Színház igazgatója, Mihály Docsekál, hogy én valami másat szeretnék, én nem szeretném ezt a nadrágkosztümös figurát játszani, hanem én, mert a nő egy idő után beleszerette egy pilótába, és terhes lesz tőle. És emiatt én azt szerettem volna, hogy az én terhes hasam összejöjjön egy brutális, kopasz, undok öregemberrel. De a néző meg tudja, hogy én terhes vagyok alatta. És akkor a Mihállal együtt lett műorrom, ami hozzá van egy szemüveghez. Kár, hogy egyébként nem hoztam el, mert meg tudtam volna mutatni. És egy olyan embertől, aki maszkokkal foglalkozik, azt a tanácsot kaptam, hogy amikor először fölöltözöm a maszkomba, tehát rajtam volt az orrom, a nadrágkosztümöm, ami férfias volt, ne nézzem meg magam a tükörben, hanem csak járkáljak a Víg Színház folyosóin. Na, elindultam a folyosón. És ahogy mentem, éreztem, hogy félnek tőlem. És... De ez csak akkor érzed különben, amikor ebben a jelmezben van? Várj, ezt hogy vágjuk ki ezt a jelet, ezt a nemzetközi jelet? Ez nem kell kívánni. Kettőt is be tudok mutatni. És akkor mentem a folyosón, és jaj, ki vagy. És ez volt az első impulzus, ami fontos volt számomra. Utána beértem a fodrásztárba, ahol Csaba, a fodrásztár vezetője mondta, hogy tegyünk be ide neked egy kis szivacsot, mert ugye a nyak az túl hosszú, hogy rövidítsük meg a nyakamat, hogy még jobban férfinak nézzek ki. Utána onnantól kezdve szivacsal mentem, és már néztem is magam. Most az a gesztusrendszer, amit te használsz, vagy mondjuk, amit én, mint Eszenyi Enikő, az egyáltalán nem jó ehhez a figurához, mert nekem ehhez föl kellett építeni a saját identitását, a saját gesztusait, a saját járását, és nagyon érdekes volt, mert a hangomat mélyítettem, és azt mondták, hogy ha tökéletesen fogom ezt a hangot csinálni, akkor nem fogok berekedni. Mert egyébként így beszéltem végig, és ilyen hangon. És akkor ehhez már volt egy mozgás, és akkor ehhez már másképp, és más gesztusrendszereket használtam. És akkor Páger Antalnak, akit én nagyon sokat láttam színpadon és imádtam, neki volt egy különös gesztusa, ami egy teljesen egyéni gesztus, hogy így csapott az ujjával, tudod, és ebben mutogatott. És például ez ott van, de benne van a Tordi Géza, a Marlon Brando, a Garas Dezső, illetve a fiú partnereimet mindig kértem, hogy segítsenek gesztusokban. És a Mihály mindig megengedte, hogy behozzanak egy tükröt, és megnézzem magamat. Mert egészen más, hogy az ember elképzeli, hogy néz ki, de aztán tükörbe látja, hogy ez egyáltalán nem úgy van. És az egészet egy kicsit, az egészet a félkaromat hosszabbra hagyom, picit sánt, de van benne kis harmadik Richard is, most így eszem. Szóval mindenből csöpögtettem, és hát kopasz paróka, tehát nagyon, nem lehet nagyon megismerni. De egyébként te el tudnád képzelni azt, hogy te férfi legyél? Hogy ne nő?
Ezt miért kérdezed? De csak azért kérdezem, mert hogy nekem van egy csomó barátnőm, aki azt mondja, hogy ha ő újra születhetne, ő biztos, hogy férfi lenne, mert mit tudom, én nem érzi annyira jól magát. Hát én a haval kezdődő kérdésekre egyáltalán nem tudok válaszolni. Eddig se tudtam, és ezután sem fogok, mert ha nem tudom, mi lennék, akkor az lennék, de nem. De akkor férfi nem lennél. Ebben nem raktam bele a hát, csak a feltételes módot. Na jó, ezt hagyjuk. Akkor azt szeretném neked megmutatni, hogy mások téged hogy látnak. Na. Pontosabban nem mások, hanem most már állandó partnerem, Horváth Kristóf, alias Színész Bob. Szervusz, nem ismerjük egy. Sok a drága kezé. Ez egy Jenikő. Horváth Kristóf. Örvendek. Ide hallgasson. Valaki felhívta magára a figyelmet, de én anélkül is figyelek, mert én olyan vagyok. Mikor betoppant az ajtón, nekem elakadt a hangom, az ajkán a tangó, frenetikusan frankó, egy dizőz és egy szelidőz, szaténszegélyen elidőző, démoni díva, az igazi, a nagybetűs, a beportozott fehérneműs alternatív latin naíva. A klassz tangó halkan szólt, 66 vatkam volt, a lelküket a lábnyomára rácsókolták, senki se tagadta meg olcsó macsó voltát, és csak dürrögtek a férfiak keblüket düllesztve, remélve, hogy a nősténynek ettől majd lesz kedve, de mondd, neked lenne, nem lehet könnyű nőnek lenni. Mert a férfi erő dőre őre, a kiáradó hőre görbül, sőt, megőrül, felőrli az őserőtől fűtött szőke nőerőmű. Totál mindegy, hogy mit csinálsz éppen, szépnek kell lenned és a világ hódol. Mindig a tetszés célkeresztjében pofátlanul leszólít az ördög és bókol. Csak dürrögnek a férfiak, düllesztik a keblüket, ez társadalmi elvárás meg tesztoszteronos lendület. A női szerepek leosztva, happy minden trallala, trollok orkok világrendje, nem vagyunk kontroll alatt. Nyelvében él a magyar, nyelvében él a nép, és a nyelvben több rossz intézmény található. Például szép, ha egy nő okos, de okosabb, ha szép. Például pénz számolva, asszony verve jó. Errettentő, zokogni kéne, ez megdöbbentő. Még szerencse, hogy itt van az eszmény és szemtelen, szeszélyes és eszement, provokatív és izgató, szép színigazgató nő. Reszkedhetsz te, berendezkedhetsz egy ketrecbe, belefeledkezhetsz egy dresszbe, de nem veszed le, stresszelhetsz te, felesleges lesz berzenkedned, te tiszteletlen tarzan szerzet, megszelidíthetetlenkedhetsz. No de jő, megint ő, Enikő, a nő. És még szerencse, hogy vele van Enikő, az ember. Mert nem lehet könnyű nőnek lenni. Köszönöm. Köszönöm. Hát ezért kérdeztem. Ha már szóba került, mert Kristóf szóba hozta a díve. Jaj, de drága vagy, köszönöm szépen. Ezt úgy minden nélkül iszod? Hát, igen. De nem tettem bele mézet, kérsz? Hát egy kicsit lehet, hogy én úgy raknék bele, hogy... Nem szoktál sosem mézet bele rakni? Köszönöm néha. Szépen. Erre kanalunk is van. És enni szoktál, Enikő? Hát annyira sokat nem. Köszönöm szépen. Elképesztő, hogy semmit nem változod, de tényleg az évek során, és annyira vékony vagy, hogy... Jaj, hogy nagyon... hogy irigykedve nézlek. Na, mit csinálsz azért, hogy így néz ki? Nem eszem. De tényleg semmi? De komolyan kérdezem. Nem, de valamikor eszem, de valamikor, amikor tudom, hogy nem lehet enni, mert... Például előadás, tehát egy ilyen előadás, mint a jó ember, ez olyan, mintha, nem tudom, a hosszú Katinka bevacsorázna egy döntő előtt, tehát az elképzelhetetlen. Aha. Vagy egy futónő, most nem tudom, leülni és megenne egy fél kacsát, és akkor neki látna a, nem tudom, 200 kilométerének. Tehát nem, 3 órás előadás előtt nem lehet enni, mert akkor az ember emészt és nem játszik. De akkor valahonnan azért csak kell az a hihetetlen energia, vagy az az adrenalin, ami az előadáshoz kapcsolódik, abból nyered? Szerintem én a nézőkből is. Tehát a Víg Színház 1000 fős nézőinek én adok valamit, egy energiát, mint itt is. Mi is kapunk egy energiát, azt meg tudjuk sokszorozni, és vissza tudjuk adni.
Mutatok egy-két képet neked, és arra szeretnélek kérni, hogy válasz közülük. Most bajban vagyok, mert azt mondtad, hogy H-val kezdő, vagy H-val kezdődő mondatokkal nem nagyon tudsz mit kezdeni, de azért én mégis megkérdezném, hogy ha újra kezdhetnéd, jó, akkor... ilyenre biztos jaj, nem válaszol. De hát, ha válaszolsz, nézd meg a képet, nem tudom, hogy onnan látod az én helyemről. Bohóc vagy balerina lennél inkább? Mind a kettő vagyok. Például egyszer a Hernádi Júcival volt egy kis szilveszteri balett számunk. Bohóckodni, meg mindig bohóckodom. Azt mondjuk igaz. Mutatunk megint két képet. Az egyik egy műugró, a másik egy Shaolin pap. Mind a kettővel volt dolgom. Beavatsz minket, hogy mi dolgod volt? Debrecenben műugró voltam, igaz, csak kevés ideig, ott másfél méterről ugrottam, és akkor ért véget a pályafutásom, amikor a debreceni medencében így ki kell állni így a szélére, így a deszka szélére, és akkor fel kell ugrani, és erre kell csinálni egy mozdulatot, csak én nem ugrottam eléggé hátra, és úgy bevertem a fejemet a deszkába, hogy nem mondom, hogy ott szakadt vége a pályafutásomnak, de a fejem mindenképpen akkor szétnyílt egy kicsit. Jesszusom. És a Shaolin Kung Fu pedig az egyik legcsodálatosabb sport, amit is, vagy nem sport, mert ez egy több annál, egy több ezer éves mozgásforma, és volt olyan szerencsém, hogy igazi Shaolin papokkal is edzhettem. De hogy lehet ilyen szerencsére szerten? Tehát hogy kerültél oda közéjük? Hát egyszer megkerestem, hogy ezt hol van, és oda bementem, és dolgoztam velük. És mindenkinek megmondják a test alkatához, hogy mondjuk milyen legyen. És akkor azt mondja, hogy nem tudom, hosszú a keze, hosszú a lába, akkor most ő úgy harcolja, mint egy daru. Vagy olyan vicces, és akkor ő úgy harcoljon, mint egy részeg, ez a részeg kungfu. Vagy mint egy majom, hogy olyan kis hülye. És akkor nekem pedig volt egy olyan fegyverem, azt úgy hívják, hogy tatau, aminek a végén van egy ilyen lengő bárd, azzal kell a fejet leütni, és a legvégén pedig egy szúró eszköz van, tehát mit tudom, én levágom a fejed, és ott közben le is szúrok valaki. Tehát, hogy nagyon hatásos a fegyver, elég nehéz. Én nem tudom, miért ezt kaptam. Senki nem érti szerintem. Nézzük a következőt. Premier után milyen csokrot etetnél a öltözött be, egy Lilion vagy egy... Hát sajnos azt megettem, a kéknőszírma? Uh-huh. Igen. És jó volt? Ez a Szent Johanna. Szent Johanna, és Taub János rendezte, akit hát halálosan szerettem, mint rendezőt. A első három nap nem, mert egyáltalán nem értettem, hogy miről beszél. És akkor mondta, hogy de akkor Enikő, menjünk haza. És én meg ott álltam, hogy azért nem vagyok normális, hogy itt van egy nagy mester, és én mit pofázok neki. Hát mi az, hogy nem értem, már meg kell értenem. És hát utána nagyon oda voltam érte, tehát kútba is utána ugrottam volna. És volt egy jelenetem, amiben azt találta ki, hogy Szent Johanna az udvarban már nagyon éhes, és kap egy virágcsokrot, és kezdje el enni a csokrot. A szegfű volt benne mindig, és én a szegfűt elkezdtem enni. Igen, de egyik nap új kellékes lett, állok mert ez így van, úgy van, hogy rohan az ember egyik helyről a másikra, beállok, megkapom a csokrot, fejgép, mondom a monológot, lenézek, húha basszus kulcs, itt nincs szegfű. Nőszírom és Lilion volt. Na mondom, melyiket tegyem? De hát közben ezt így nem mondtam magamban, meg közben mondtam Szent Johanna monológiát. És az anyukám nagyon szereti a Gerard Philippet, és a Gerard Philippnek volt egy híres filmje, amiben úgy halt meg a szerelme, hogy egy kocsival belement valami vízbe, ha jól emlékszem, és ez tele volt Liliommal. És ennek az illatától meghalt. Húha, mondom, ezt nem eszem meg.
de közben mondom a monológot. És akkor megettem a nőszirmot, de mivel így gondolkodgattam közben, ezért nem nyeltem le. Visszaköptem. De közben mondtam a monológot. Szünet. Ülök az öltözőbe, nagyon csípi a számot valami. Iszom, víz, mosom, nem, csak csipi. Adjatok tejet. Tej. Kezdődik a második rész. Hát már gyakorlatilag nem tudtam úgy beszélni, hogyha becsuktam a számot, úgy éreztem, hogy fölrobban. Szent Johanna, amikor már a Mennyországban volt, már elégették, és a Mennyországban utolsó felvonás, akkor gyakorlatilag én már így beszéltem. És egyébként nem volt ilyen vicces, mert annyira szédültem, és akkor már nem mentem tapsra, hanem rögtön vittek a Korányiba, és az autónak a légbefújójához ott is tovább, de iszonyatos, akkor már nagyon rossz állapotban voltam, és akkor kaptam a kórházban mindenféle infúziót, meg szenet, meg nem tudom micsoda, és egy ilyen savmarásom. Az volt a szerencsé, hogy nem voltam rá allergiás, meg önben gégemetszés sem lett volna. És reggel fölkelek a Korányiba, jött egy ilyen nagyon édes, meleg műtő, és azt mondja, Enikő, mi történt? Öngyilkos lett? Hát mondom, nem. Még egyelőre még nem. És az édesanyám még meg akkor jöttek haza külföldről, és kijöttek a reptérről, és ott a Blik címlapján megmérgezték Eszenyi Enikőt. Hát, szóval így. Amikor az apukám meghalt, akkor rájöttem, hogy nem vagyok boszorkány, mert ha az lettem volna, akkor élne. Akivel csókolózom este, és mondjuk elkésik reggel, és arra rá kell szólni, azért az nem könnyű. Tudsz valami? Stoppolni, horgolni, kötni, hímezni. Hát Kossuth Díjas vagyok, hogy ne tudom. Van egy olyan hely, ahol az ember sokkal többet árul el magáról, mint amit gondolna, ez nevezetesen a táncparkett. És neked volt nagyon sok önálló ested, ami a tánc köré épült. Például ugye olyan csúnyán tud nézni, onnan nem véletlen mondtam, hogy perzselő a tekintettel, tehát hogy én biztos nem fázom. Szóval, hogy a tangó ugye volt a Combok csókja című... Hát volt 20 éve, Szilvi. Hát te annyira élénkednél az emlékezetünkben, hogy az még most is. Hát itt akkor te fogsz tangózni, mert hogy én nem tangózom. Hát az nagyon szép lenne, hogyha én tangóznék. Megnézzük, hogy te hogy tangózol, nem? Annyira kíváncsiak vagyunk. De a Combok csókja, ahol ugye Nagy Ervin volt a társad, akivel tangóztatok, de hát van olyan, amikor azt szokták mondani, hogy ez a dolog nem jöhetett volna létre, ha nincs egy koreográfus, már pedig igen, volt egy koreográfus, és azt gondoltuk, hogy elhívjuk hozzád, úgyhogy fogadják sok szeretettel Budai Lacit. Kimegyek közületen. Szia. Szia. Örülök, hogy találkoztunk. Hát én nem fogok a Lacival tangózni. De legalább nem akarsz mellé ülni, hogy egy kicsit legalább közelebb legyetek? Hát hát, ha valahogy te is sugárzol valamit. Beszélgetni hívtuk. Én nem félek. Hát, ti féljetek. Nem lesz műsor. Én nem félek, mert én tudom, hogy nem tangózok. Egyébként miért nem különben? Mondtam, hogy izgul. Hát majd a Lacit nyom egyedül egy. Van egyébként a tangó, ugye az férfi tánc volt eredetileg, nem női tánc. Úgyhogy meg tudjuk nézni azt, hogy a Laci hogyan indult el a tangó. Buenos Airesbe, az utca sarkon férfiak a tűz körül összeálltak, és tangózni kezdtek. De azért, hogy a nőnek örömet szerezzenek magad. Igen, és a nők ültek, föl nem álltak. Így volt, a nők ültek és nézték? Dehogy is, a nők ezt nem nézhették, hogy a két férfi táncol egymással. Ők csak eszmét cseréltek, hogy mit vezessenek majd a nőknek. Tehát nem mehettek oda a macsó férfiak a nőhöz, hogy hát én most még nem tudok tangózni, hanem először megtanultam. De rég láttalak, Lacikám, hogy vagy? Várjál. Hoztam neked valamit.
Buenos Airesbe jártam a múlt héten. Jaj, tessék. Köszönöm szépen, de kedves egy van. Egy hűtőmágnes. Hát én azt nem gyűjtöm. Azt hiszem, ezzel egyedül vagyok a világon. De nagyon köszönöm. Jól vagyok egyébként. Nem, nincs rajtam fém, hogy hozzám. Egyébként hogy kerültetek ti? Te találtad meg a Laci Danikő, vagy te találtad én meg? Én nem emlékszem, Laci. Nem? Na, akkor elmesélem. Az volt, hogy volt egy casting, hogy Eszenyi Enikő tangósót akar csinálni, és akkor én hát elküldtem egy videót, meg az önéletrajzomat, hogy én ezzel foglalkozom, de hát nem kaptam választ. Tehát elmentem személyesen, és akkor a Bakó Gabi barátom volt ott, mint koreográfus, és mondta, hogy hát Laci, nagyon örülünk, mert hogy akkor mutass nekünk egy-két lépést, mert hogy itt senki nem tud tangózni. És megcsináltuk ezt a koreográfiát, bejött az Enikő, én nagyon izgultam, és akkor minden fiú az odament, hogy na vezess. És akkor így fölkérte a fiúkat, és vezette őket. Mert hogy tudott Enci egy-két lépést. Akkor te már, ugye, akkor már kint voltál. Argentinában volt kint, és a... De már akkor voltam Argentinában? Igen, Ruben. Ja, Ruben, ja, te adtad meg igen. A számot. Őtől tanult, és akkor odajött hozzám, és elkezdett engem is vezetni. És akkor mondom, Ácsi, mondom, én vezetek. És így nézett, és akkor követett. És táncoltunk egy keveset, és azt mondja, te tudsz tangózni, akkor te leszel a koreográfus. Tehát, hogy így alakult, és lényegében az életem megváltozott, mert én villamosmérnök voltam. És csak szerettem a tangót, és a Enikő miatt lettem én táncos koreográfus, tánctanár. Ja, mit tesz, milyen hatással vagy mások életére? Köszönöm. Egyébként Enikő, neked ez a tangó, ez honnan jött? Engem minden érdekel, amilyen ősi, aha. És egy kicsit visszakapcsolva a kungfura, hogy a tangó, bár itt Európában úgy van, hogy ez egy ilyen nagyon erotikus tánc, meg férfi és nő kapcsolata, és én azért akartam elmenni Argentinába, mert szeretem, hogyha ha valamit ott tapasztalok meg, ahol születik, mert annak egész más a világa. Bár a Laci ebből egy nagyon erős szeletet mutat itthon, de mégis abban a környezetben egészen más. És arra jöttem rá, a zene nagyon monoton, és egy körbe mennek, ezer ember így táncol, hogy ez gyakorlatilag egy agytisztítás, vagy egy kikapcsolódás, tehát hasonlóan a kínaiaknak a kungfujához, vagy a tai chi, vagy hogy a parkokban gyakorolnak, egy népnek a saját, hogy mondjam, kikapcsolódása, agytisztítása, relaxe. És ugye mivel a partnerre kell figyelni, ezért a rossz gondolatok meg minden kimennek, mert ahogy ő vezet, nekem utána kell menni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen közös meditáció. Az, hogy ki vezet, az nem lényeg. Vagyis hát úgy lényeg, hogy a férfi dönt. De hogy mire eljutnak addig a nők, hogy a férfit hagyják dönteni, illetve a férfiak eljutnak addig, hogy végre dönthetnek, ez elég hosszú folyamat. Az igazság, hogy amikor kim voltam Argentinába, elmentem a... Jaj, milyen klubban most? Armenia. Klub Armenia. És bementem egy ajtón, ott sorba álltak emberek, egy kockás papír fölé merett egy bácsi, és akkor mondtam, hogy én szeretnék én is asztalt, nem mondta, hogy még várjak. Megismerkedtem három argentin csajjal, kérdezték, hogy nekem van-e helyem, mondtam, nincs. Beültünk, és elkezdtek hozni ilyen szőlőlevélbe csavart kajákat. Hát mondom, ez így valahogy nem stimmel. Én már mehettünk, meg ott beszélgettünk. Mondom, mikor kezdődik már a tangó? Gondtam, Klub Armenia, olyan sok katonát vártam. Regimentet. Nem, mondták, ez nem a Klub Armenia. Ez bizony az örmények nemzeti este.
Egy ajtóval eltévesztettem. A pincében volt a tangóklub, még most is ott van. És akkor bementem a tangóklubba, és akkor éjfélkor kezdődik a nagy buli, amikor jönnek a zenekar, meg akkor mindenki táncol, de addig táncoktatás van, és akkor ilyen műanyag székekkel volt választva, hogy kezdő, már kicsi haladó, középhaladó, aki nagyon jó, meg aki már száll. És hát persze azért, hogy mint ahogy a Laci mondja, ugye, hogy a férfi vezet, én nem mentem a kezdőbe, mert hát ott nem tud a férfi vezetni. Sem a más... Tehát én beálltam a haladókhoz. Na de hát nem tudtam táncolni annyira. És mindig mondták, hogy please, menjen oda, nagyon kedves az elsőbe. Mondom, nem, ez olyan very szimpatik gruppa. Én innen nem tudom, én már itt mindenkit megszerettem. Felé, lábom van. És hát akkor ott maradtam, és akkor ott táncokáltam. De ez hogyan egyébként, hogy a pasik kérik fel a nőket, vagy a nők rámutatnak? Ilyen kis asztalnál ülünk, és akkor oda jön valaki, mész vele egy kört, leülsz, és várod a következő delikvenst, aki felkért. A tradicionális helyen különülnek a nők, különülnek a férfiak, és igazából pásztáznak. Tehát így nézik a pasik a nőket, a nők én a pasikat. Olyan helyen nem voltam. Tudom. Na figyelj, én most kihívással állítalak téged, Laci. Jó? Tangózzatok egymást. Esetleg hát a pásztázni, és mondjuk nem rám esne a tekintete, hanem... Dehogy ne. Arra a pásztázás. Én nem hiába nézel, Laci. Én, hogy nem állok föl innen, az biztos. Figyelj, ne hagyjál szégyenbe, akkor tényleg egyedül tudsz? Nem. Hát veled fog. Én megmondtam az előtt. Velem biztos nem tudsz szerencsétlen. Tényleg egy profi táncos hívtunk ide. Tehát, hát vezet. Hát már indul a zene, mehet. Hát fősen kér, hát nem is pásztál, várjál. Azért állítsátok le a zenét, mert azért annyira én is adok magamra, hogy csak úgy nem állok föl akárkinek. Hát üljél le és pásztáltál. Majd legfeljebb nem nézek el, de azért pásztázzál legalább egy kicsit. Olyan, meglátjuk, hogy én még soha az életbe se, de tényleg. És még magasabb is vagy. Jaj, úr. Mint hol lehet a zene. A rendező. Nagyon jól csinálod. Jaj! Nem kell a lábamat közé rakni? Rálépett a vadonat, úgy cipőm, de... Erre egy konyakot kellett volna hoznod, nem egy vizet. Valami pálinkát, vagy valamit. Köszönöm, drága. Ilyenkor, hogyha fene-fenét eszik se, vagy hajlandó fölállni? Vagy táncol? Hát nem, de milyen jó volt, hogy te táncol. Hát marhára, tényleg, és olyan hálás vagyok neked, komolyan mondom. Hát kivágjátok legfőjebb. De például az össztáncban szeretsz táncolni, nem? Igen, de most nem táncolom. A Szilágyi Csenge fiatal kolléganőm táncolja, nagyszerűen miért, különben. Miért nem? Azért, mert a testőrrel van sokszor egyeztetve, és... Hát meg a Csenge, hogy csinálja. Nagyon jól csinálja. Azt szokták tőled egyébként tényleg mondani, hogy boszorkány vagy, tehát, hogy így valahogy belelátsz a jövőbe ezt magadról, és így gondolod, vagy nem? Talán az, hogy nagyon az érzékenységem miatt nagyon sok információt összegyűjtve
felismerek konstellációkat nagyon hamar. De amikor az apukám meghalt, akkor rájöttem, hogy nem vagyok boszorkány, mert ha az lettem volna, akkor élne. És akkor rá kellett jönnöm, hogy mondtam neki, hogy szívinfarktusa volt, és a kórházban feküdt, és akkor mondtam neki, hogy papa, én most megyek egy óriási kalapáccsal a vérereidben, te gondolj arra, hogy én ott megyek, és tiszta erőből ütöttem a meszesedéseket le, és láttam is, és mentem, és cikáztam, és nyomtam, és nagyon elfáradtam, de nem sikerült. És akkor rájöttem, hogy nem vagyok boszorkány. Nagyon közel állt az apukád is hozzád, ugye, mert igen, anyukádról mindig megemlékezel, és ő is mindig ott van a igen, Big Színházban. Összetartott család voltatok mindig? Igen, igen, igen. És hát nagyon sokat kaptam tőlük, mert mindenféle dolgot, amiben belekezdtem, azt mindig támogatták. Ők biztos, hogy nem akartak arról beszélni, hogy színésznő legyen, nem, ugye? Soha. Nem. De arról sem, ha mondjuk kék hajam volt. Volt neked kék hajad? Ó, kék is volt, rózsaszín is volt. Tegnap lila volt, csak kiment. Tényleg volt benne lila, vagy ezt most csak így mondod? Nem, tényleg volt, csak most megmostam a hajamat. Gondoltam, nem jövök ide lila haja. Hát New Yorkban milyen legyen az ember haja? Ez mondjuk igaz. Anyukáddal mindenben beszél, Szenci? Nem. Nem. Mit nem? Semmit. Semmit. Szegény mindig azt mondja, mondjál már valamit, kislányom, mi történt? Hát de mama, hogy tudom elmondani? Most mi volt Kínában, vagy hogy? Érted, akkor miben nyilvánul meg, hogy annyira közel vagytok, hogy sokat vagytok együtt, vagy miben? Hát minden nap fölhívom telefonon, most éppen kórházban van, és most beszéltem vele, és majd megyek hozzá holnap, gondolom. Beszéltem már többször arról, hogy szerződtetsz fiatalokat, és ővelük szeretnél dolgozni. Hát ezt nem tudom, hogy gondoltál-e arra az emberre, akit most mi mindjárt megmutatunk, de van, aki szívesen jönne. Na. Az már hát, igen, az Elicsi nekem, és most, hogy szingli vagyok, már a Bulvár Médiától sem kell félnem. Igen. Nagyon jó csaj. Szóval a Víg Színházban szívesen lennék tag, csak sajnos azt látom, hogy ott minden nagy szerepet a Stól András játszik, az a nagyon jó színész. Nagyon izgalmas az is, hogy Enikő mostanában filmet forgat, és láttam is a Papírkosár című munkáját. Remélem, hogy lesz folytatása, de nem leszek elkeseredve akkor sem, ha nem kapok tőle szerepet. Én már attól is boldog leszek, ha felírhatom a nevemet az irodája falára. Azt nem véletlenül mondta Brad Pitt, egyébként Stól András volt Brad Pitt magyar hangja, hogy boldog lenne attól, hogyha felírhatná a nevét az irodát falára, mert hogy állítólag, de ezt is csak hallomásból tudom, az irodát falán tele van híres emberek aláírása. A falam az úgy néz ki, hogy Csenger, nekünk tapasztott vályok falunk, vagy vályokházunk volt, és akkor van benne egy arany, ilyen buddhista szimbólum, egy négyzet, és akkor mindenki arra írja föl a nevét. Egyébként nem az én ötletem, hanem Juri Petrovics Jubimovnak, a Taganka Színházban volt egy ilyen fala, ott a Laurence Olivier-től kezdve nagyon sok színész feliratkozott rá. Ez megint egy olyan dolog, hogy ott van abban a szobában az ő energiájuk, meg ott hagyták a névjegyüket. Hát a Bob Wilsontól kezdve nagyon sokan, John Malkovichon, Erwin Schrotton át, sokan vannak ott. Egyébként Kis Tibi, a Quimby-től, a Ruzsa Magdi, a Kern András, szóval sokan. Egyébként Törőcsik Mari. Az irodád ajtaja az bárki előtt nyitva áll? Tehát bárki bemehet a kollégáid közül? Bármikor? Persze. Mert ugye azért arról még nem beszéltünk, hogy színigazgatóként azért mégis a vezetned kell, és azért abban nyilván vannak nehéz helyzetek, konfliktus helyzetek, ha úgy tetszik. Igen. Ezeket hogy kezeled? Melyiket? Tényleg nem könnyű veled. Hát minden vezetővel szokott de lenni. De most mondj egy példát, tehát így nem tudom, hogy kezelem. Hát nem tudom, hát nyilván nem tudom, hogy mondják-e azt a színészek például, hogy én ezt nem szeretném ezt a szerepet eljátszani, vagy nem tudom,
akármilyen magánéleti válságuk van, be tudnak-e hozzád menni? Tehát, hogy hát persze, házi, mint egy vezetőhöz az emberbe. De az én esetemben ez egészen más, mert hozzám nem kell bemenni, hiszen én együtt játszom velük. Tehát velem nem az irodában találkozik, hanem délelőtt vagy len vagyok a próbán, vagy este együtt játszunk, vagy megyek be a előadásra, tehát folyamatosan kapcsolatban vagyok, vagy fel tud hívni telefonon, tehát nincs ilyen probléma. Könnyebb helyzet, vagy nehezebb helyzet az, hogy együtt is játszol velük, rendezed is őket, és az igazgatójuk is vagy? Összetettebb helyzet, azt gondolom, mert azzal, aki mondjuk, akivel csókolózom este, és mondjuk elkésik reggel, és arra rá kell szólni, azért az nem könnyű. Ezt hogy kezel tényleg? Tehát a kérdés az erre vonatkozott, hogy ezt hogy tudod kezelni? Tehát hol van az, hogy egy kicsit szigorúnak kell lenni, másfelől meg nagyon megértőnek? Én elég szigorú vagyok, tehát nagyon-nagyon szigorú vagyok, de azért, mert tudom, hogy egy ekkora intézménynél muszáj, hogy minden jól menjen. És egyébként, aki megismer, az tudja, hogy mindent azért teszek, hogy a Víg Színháznak jobb legyen. Amit rólad lehetett látni régen, mostanában talán kevésbé, hogy nagyon extravagánsan öltözködtél. És egyszer egy interjúban elmeséltem... Tényleg most olyan szolid vagyok, nem is tudom mi. Egy interjúban elmesélted, hogy igazából az első olyan igazi szettedet, azt még Csengeren raktad össze, amikor az árvíz miatt jött a segélycsomag. És nem tudom, hogy van-e kedved még egy játékhoz, mert hogy mi összekészítettünk egy pár ruhadarabot, sőt elkértük a színháznak egy próba babáját, hogy mutass már meg nekünk, be is hozná ezt... Utálom az ilyen játékokat. Kristóf! De csak halálosan rosszul vagyok ettől. De miért egyébként? Azért, de tudod, mert... Tehát ugye az ember azt csinálja, hogyha készül egy darabra, akkor egy dizájnerrel megbeszéli, hogy milyen ruhákat szeretne, és ki akar vele valamit fejezni. De mit kell csinálnom, mondd meg. Mert már másodszorra nem mondhatok nemet. Nyugodtan mondjál nemet, elmondom, mit kell csinálni, ezt is kivágjuk. Hát ez majd egy rövidebb adás lesz, tehát van ilyen. Azt gondoltuk, hogy mondjuk, ugye neked tényleg szívügyed a Víg Színház, és mondjuk egy dubai olajmágnás fölajánlja, hogy támogatja a Víg Színházat. Ugye egy exkluzív vacsorára kéne elmenni, de úgy, hogy egyébként... Ez hát úgy megyek arra... oda, ahogy vagyok, hát nem fogok a kedvéért fölöltözni jobban, mint ahogy szeretnék. Hát nem fogok más mutatni, mint ami vagyok. Van olyan extravagáns cuccotok? Várjál, ki jött a... Hát most érted, tehát... Oké. Inkább... Hát ebbe a műanyagba biztosan. Hát most mindent lefogok, hogy nem tetszik. Hát ez eleve egy nagy... Ez hanyas. Ez egy emmes, ahogy nézem. Ez tök nem jó rám. Ez 37-es, ez se jó rám. Hányas lábad van? 6-os. Ez 7-es. Várjál, 9-esre talán szóljál már létszi, mert ez nekem jó lenne. Hát mindjárt jó lesz szerintem. Ez 36-os. Ez életemben nem volt ilyen cipő. Hát gondolom nem fogom neki a lábaimat mutogatni. Szóval az az igazság, hogy nem így nyernék meg egy férfit, hogy mi beöltözöm föl, hanem inkább elmondanám, hogy miért fontos számomra, hogy ez a színház pénzt kapjon. De úgy ezért így fölöltözködni azért... Úgy dubajozni nem mennék. Vannak arra mások. És színvilágában pedig, ha nézem, akkor azt tapasztalom, hogy nagyon negatív. Tehát így feketében nem tudom, szóval... Gyászolni nem annyira. Neked mit a színeid egyébként? Mi az, amit hát éppen amilyen kedvem van. Nem tudom, ezzel nem tudok ezekkel mit kezdeni, mert annyira öregesek és régiek, tudod? A barna bukás. Igen? Tehát barnát sosem engedek a színházba, ez mind barna ruha. Tehát... Nem szeretem a barnát. Nem tudom.
nem tudom, nem vagyok megelégedve. Ebből én nem tudok dolgozni. Ha adsz ollót, meg minden, akkor talán meg egy varrótűt, meg egy izét, akkor össze tudnék hozni belőle egy nagy estéit, ha arra van időnk. Tudsz valami? Persze, hogy tudok. Komolyan? Stoppolni, horgolni, kötni, hímezni. Mit hát akarsz? Keresztszemest is tudok, kalocsait is tudok. Há, hogy ne tudnék? A Kossuth Díjas vagyok, hogy ne tudnék? Hát a Kossuth Díjas Eszter Jenikő volt a vendégünk. Köszönöm.